kis bemelegítés után itt vagyunk. Yes, yes. Chris eltávolított egy csótányt a szobájából. Olvastunk egy kis origót, és most felkészültünk, hogy elkezdjük ezt a részt. Mondom, hogy mik lesztek, srácok. Lesz GRDG News, lesz a napvicces szava szekció, beszélni fogunk a Harry Potterről, meg kokainos medvékről. Fasza? Yeah! Ez ilyen varázsrész. Amúgy felhozhatom itt az elején, hogy mit mondtam, mit olvastunk az origón, mert engem személy szerint felbasz amúgy ez az egész. Tehát, hogyha indulhatna ezzel a rész, azt nagyon megköszönném, srácok. Bazd meg! Origo most hozza le 4 éve, ez négyet mutatok, nem 3-at, bazd meg, nem tudok 4-et mutatni, 4 éve. Azt írták a Donát Annáról, hogy egy kiskorú lányt szexuálisan zaklatott a Sziget Fesztivál után. És mint ez kiderült a bíróságon, ez hazugság volt. Nem akarták lehozni azt, hogy ez hazugság, mert Donát Annának végrehajtókat kellett kérnie az Origóra, és most lehoztak egy cikket, amiben nem kérnek bocsánatot, az a cikk cím, hogy bocsánat kérés Donát Annától, de a cikk végén elnézést kérnek Donát Annáról, hogy tulajdonképpen egy meleg pedofil erőszaktevőnek állítják be. Állították be 4 évvel ezelőtt. Bazd meg... Hát szorika. Klasszik Origó. Hát de hogy lehet, tehát hogy ezért mondom, hogy konkrétan ebben az országban nincsen retorzió arra, hogy mit írsz rá, bazd meg. Leírok én is mindent, érted? 4 év múlva majd elnézést kérek érte. Elnézést. Ja, hát kevés rosszabbat írhatnál bárkiről. Felháborít. Hát, ebben minden benne van, amivel tökre tudsz tenni egy embert igazából ebben az egy kamu főcímben. Hát meg arra ne is beszéljünk, hogy amúgy ez gondolom szalagcím volt, hogy Donát Anna pedofil, meg ilyenek. Ez meg gondolom így valahol így 2 hirdetés közében van itt súlykolva. Csak link alapján tudtam megtalálni. Hát igen. Csak link alapján tudtam ezt megtalálni, tehát hogy nincs is kint a főoldalon már ez, tehát hogy így ez szerintem kim volt egy fél órát, és így ennyi. Tehát, hogy azóta nem található meg így az Origó főcím. De az oldalán se. Tehát, hogy így az meg elképesztő. Meg kéne trendingeltetni. Egyébként most ez a Donát Anna most éppen nyolt valami kampányt nagyon erősen, amihez egyébként ez egy tök jó eszköz lesz nekik szerintem. Tehát, hogy ez most egy kicsit olyan, hogy így, aha, újra bekerülsz a köztudatba, nem csak az ilyen kampányelemekkel, hanem egy ilyen, ráadásul még az Origót is oltod mellette, ami mindig nagy joker, tehát hogy kinek nem görbül mosolyra a szája, amikor éppen az Origót oltják. És itt az a lényeg, ja, persze. Itt az a lényeg, hogy most az, hogy Donát Anna egy meleg pedofil erőszaktevő, azt lehozza az Origó, utána azt lehozza a BAO-n, az EON, meg az összes helyi havilap, vagy mi ez a heti lapok, amik megjelennek a vármegyékbe, és az eljut mindenkihez. Ez a bocsánat kérés, ez az elnézést kérünk ezért, ez eljut 6000 ember. És abból 2500 azok a mi hallgatói, mert most ezt beolvastuk. Igen. Igen. Tehát, hogy ez már senkit nem érdekel. Ez nem fog sehol se följönni, megtörtént a kártevés, tehát hogy ezt nem lehet helyreállítani. Ez olyan, mint a Vona Gáboros sztori volt. Vona Gáboros sztori, az igen, az nagyon hasonló. Csak ott nem tudom, hogy lett-e ilyen végkimenettel egyébként. Hát valami olyasmi volt, hogy ott a választások utánra lett döntés, hogy a rágalmazási perben, és akkor már vége volt a választásoknak. Meg már a politikai karaktergyilkosság megtörtént, mire az emberekhez eljut az, hogy mi meg, hogy a valóság. Persze. Hát kemény, felbaszós. Ez van. Úgyhogy felbaszódtam, ezen baszódtam föl. Kezdjük is a mai napot. Szerintem én Api vagyok. Én Krisz vagyok. Én meg Pisti. Boys are back in town. Ugye itt van a GRDG csapat.
és robogunk gőzerővel most, a GRDG News vonalon. Kellően fölbasztam magamat, igen. Igen, Api bemelegítette az idegrendszerét, az Origól, úgyhogy nézzünk több hasonló jellegű hírt, csak hogy még jobban felbasszuk magunkat. Novák Katalin férje nemzeti alezredes lett 40 nap kiképzés után. Ez a nemzeti alezredes, ez egy elég faszatitulus. És ez mit jelent? Ez általában 20 év tapasztalat szükséges ehhez a katonai tisztséghez. És mint mondja igazából a sok hírportál, Novák Katalin férje 40 nap alatt simán megszerezte ezt a képesítést. Nem tudod, hogy milyen keményen edzett, jó? Tesó. Tehát, hogy lehet, hogy valakinek 20 év, de nem edzett elég keményen, azért 20 év. Novák Katalin férje. Aha. Itt az a probléma, hogy az a 40 nap, tehát, hogy én Hearts of Iron 4 ezek elég sokat. Nekem több mint 40 napnyi játékidőm van a Hearts of Iron 4-ben, ennyi erővel szerintem az a kiképzés körülbelül ugyanannyi lehet amúgy így minőségben. Az én 1500 valahány órám Steam-en Hearts of Iron 4-ben, mint az a 40 napos kiképzés. Én is lehetnék akkor nemzeti alezredes, mondjuk. Lehetnél. Igazából lehetnél, úgy tűnik. Lehet, hogy el kéne venned mondjuk a Novák Katalint. Bár nem tudom, hogy mi az összefüggés a kettő között igazából. Miért jó az, hogyha a Novák Katalinnak pont a férje, egyébként a nemzeti alezredes? Mert ugyanazt csináljuk, mint az 1930-as évek Szovjetuniójában, hogy a hadseregbe politikai tiszteket helyezünk el, akiknek nem az a feladata, hogy ők ott valamit komolyan végezzenek, hanem ők a politikai rendnek a fenntartására voltak a politikai, és hát a tisztek ugye a hadseregbe, és úgy nézett ki, hogy minden egyes századnak volt ugye komisszárja, és a rendes tiszten kívül a tiszt felett egyel, de ugyanazon a szinten voltak állítólag, volt egy politikai tiszt, remélem ez lesz itthon is, én ezt nagyon várom. Szerintem ez egy nagyon jó döntés, a katonákat tartsuk igenis magunk körül szorosan. Ez jó. Értem. Én azt gondolom, hogy neki azért sikerült, én nagyon sok Dragon Ball Z epizódot láttam, és abban is az van, hogy a Goku, amikor nagyon kevés idő alatt kell, hogy felkészüljön, akkor ilyen 10-20-szoros gravitációs mezőbe gyúr. Szóval én ezt tudom elképzelni Novák Katalin férjéről is, hogy ő is egy ilyen kb. 50-60-szoros gravitációs mezőbe gyúrt, és ezért tudta a 20 évet 20 napba, vagy mennyi volt? 40 napba. 20 évet 40 napba. 40 napba. Ez két nap alatt egy évet letudott. Wow, aha. Tehát akkor ez egy ilyen, igen, azt mondom, amúgy ez akár így még lehetne így flexelni is, mint amikor a rapperek azt mondják, tudod, hogy két napot voltam shit. Hogy én nem a shit-es flexelésre gondolok, hanem mondjuk arra, hogy tudod, hogy én befűzök 100 csajt, amíg te egyel próbálkozol, és akkor hogy így, ja, meg hogy én összeszedtem 5 millió dollárt, amíg te a Mekiben dolgoztál hétvégén, és hogy így, aha. Ez is egy ilyen hasonló flex, nem? Ja, elvégeztem 40 nap alatt, amit nem mások 20 év alatt. Ez sokkal amit rosszabb. Amit a közszolgálatira jártál. Ez sokkal rosszabb, mert ezt az embert majd berakják, bazd meg valami esetleg, hogyha ne adj Isten, oda kerül a helyzet, bazd meg valami éles helyzetbe, az bazd meg, hogy meghalnak 50 000, mert azt mondta ez az ember, hogy nem tudom, balra kell menni valahol, meg nem jobbra, és bazd meg egy éles aknavezőbe belevezet 50 000 ember. Közben itt nézem ugye a leghitelesebb forrásból az, hogy mit is jelent pontosan ez a rendfokozat, ez egy gyakori kérdések.hu dobta fel először a Google, és azt írja, hogy igazából a rendfokozat az nem nagyon számít sokat, ez azt jelenti inkább, hogy az ezredes az csak egy rendfokozat, a tábornok egy állománycsoport, benne négy tábornoki rendfokozat, tehát gyanítom, hogy igazából az ezredes az, hogy ő alatta lévő hierarchiának a méretét jelenti, és az, hogy nemzeti, az számít igazából valamit, mert itt például azt hozza fel példának a gyakori kérdéses emberke, hogy egy orvosi ezredes vezethet hadikórházat, vagy éppen amputálhat például. Tehát, egy nemzeti alezredes, az valószínűleg egy hadikórháznak és egy amputációjának a nemzeti megfelelőjét tudja megcsinálni. Mondjuk így csinált bármikor Trianont?
Mi amputálhatja egy részét az országnak? Igen. Igen, bazeg, ez jelenti a nemzeti arcszeretet. Nemzeti, bazeg, bárki berajt. Nekünk is az a műsor nem, hogy nemzeti shit-talk, bazeg. Tehát, hogy így amúgy semmi nemzeti nincs ebben a shit-talkban, bazeg. Ez a nemzeti szó, ez egy ilyen magyar buzzword. Ha elérakod, hogy nemzeti, akkor így hirtelen annyira... Akkor annyira magyar érzelmű lesz, tehát hogy így akkor így bazd meg a turulmadár száll fel mögötted, és piros-fehér-zöld, és szó, megszólal a himnusz, meg... Hiszen minden, ami most... Ahogy ezt jól tudok képzelni, hogy... Ja. Vagy alapi magyar... magyar azt akartam mondani, hogy bazd meg minden, ami nemzeti, az 70 évvel ezelőtt az központinak hívták, bazd meg. Amúgy, szerintem ez valahogy úgy nézhetett ki egyébként, hogy így otthon van Novák Katalin, és otthon van a férj, így állnak a konyhában, frissen megválasztják éppen a Novák Katalint, és így megy haza, hogy így hú, ez az, az a életem legjobb napja, és ott áll a férje, hogy így aha, hát ja, gratulálok meg ilyenek, és tudod, mi a baj, baby, tudod, izé van valami, és hát most én így csicska vagyok hozzád képest, hogy te itt ilyen izé nagy titulusokat kapsz, én nem vagyok senki. De hogy is, te az én kis bajnokom vagy. Jó, szeretnél a lezredes lenni? Tudod, az attól jobb lenne a kedved? Tudod, csak így néz így a sarokba, így mosolyra ered a szájhoz, és uh-huh. Hát nem tudom. Nem tudom, nemzeti a lezredesnek lenni? Hú, így mondja, hogy az Orbánnak... Amputálhatom? Mondja az Orbánnak a Novák Katalin, hogy így a férjemben lehet nemzeti a lezredes. Mi a faszom az a nemzeti a lezredes? Valami ki kellett neki találjon, mert bazd meg, hogy ki volt akadva. Jó, persze, legyen bazd meg. Állítsunk egy bohócot megint valahova. Másik sztori, amit meg Api mondott arra, ez a, ezt is el tudom képzelni, ezt a jelentet, hogy mondtad, hogy a balra instruálja a csapatot, és akkor aknamezőre lép meg, hát ezt is el tudom képzelni, hogy bazd meg így ott van így egy ezred, és mondják, hogy így, de a lezredes úr, hát látszik, hogy ott tele van aknákkal, bazd meg. És mondják, hogy dehogy is, hát... Én láttam már aknákat filmben, ez ne, azok nem így néznek ki. Láttam a bombák földjét kétszer is. A bombák földjét. Novák Katalin férje, mint az Age of Empires-ben, így csinálom, amikor így félre kattintasz, és így megindul a sereg, és így, jobb, íj, bazd meg, jaj, ezt nem oda kellett volna. Isten, bazd meg. Csak így forgolod meg, tudom, mert amikor így elintod az ezeret, és másik irányba kattint, azért bazd meg így néz ki felülről, ezt látják bazd meg az ellenséges drónok, hogy forgolódik össze-vissza a magyar sereg, és mondják, hogy bazd meg, nem tudom, mit akarnak ezek csinálni, van új stratégiájuk van. Igen, ilyen random imótokat nyom a csávó, tehát hogy így random egyszer, hogy elkezd integetni az egész század. Elkezdenek Fortnite dance-elni. Én amúgy mondom, tehát, hogy szerintem napról napra disztópikusabb ez az ország amúgy így egy ideje, tehát hogy így, bazzag, így mi a faszok történnek amúgy, tehát ez már megint mi volt, tehát hogy így, hogy lehet most valakiből alezredes 40 nap után, hogy, ez milyen, Hasonlóan ilyen South Park-szerű dolog volt az is, ami ez is egy nagyon jó South Park epizód lehetne amúgy. Ez, hogy 40 nap alatt a lezredes lett, és hogy a kiképzésről, meg arról, hogy bazd meg, mindegy, erről nagyon jókat lehetne csinálni. A másik, az meg volt egy tüntetés, hogy legyen béke. Ezt nem tudom, láttátok-e? Oh, shit, igen. Legyen béke, és mondom, hogy kik voltak a szóvivői amúgy az értelmiségi jobboldalnak. Dopman. Dr. Gödény. És van az az összhajú faszi a Pesti TV-ből. Pesti srácok TV, vagy Pesti... Nem Pesti bár. Srácok. Na mindegy, van az az őszhajú csávó. Az őszhajú csávó a Pesti srácok. Ja, az... Ez így pont elég. Igen, az a Jeszens Kizsolt, vagy mi a szóval, mi azt hiszem, ilyesmi neve van, nem biztos, hogy ő volt. Na ő, és a... És van az a... Ábrahám Róbert. Őt nem ismerem sajnos. De amúgy szerintem ezt amúgy nem szélesítették eléggé ki ezt a lefeledtséget. Tehát, hogy amúgy szerintem így mondjuk még belefért volna amúgy egy Marics Peti amúgy. Tehát, hogy az szerintem még belefért volna. Egy Tóth Gabi, az nem értem, hogy maradt ki a Tóth Gabi. Győzikét sem értem, hogy maradt ki. Győzike megjelent volna, és csak mondja, hogy Avengers, Assemble. És bassz meg összeáll a jobb oldalban.
Pataki Attila elkapja bazd meg az izé Amerika kapitánynak a pajzsát. És hol tüntettek a békéért amúgy, mert én nekem ez így teljesen elmaradt. Kossuth téren és a nyugdíjas szavazók. Van egy ilyen jelen, mondja így a Dopman, hogy így nem azért, mert szeretjük Orbán Viktort, és így a nyugdíjas anyukák mondják, hogy de nagyon! Úristen, bassz meg! És ilyen izé, Mandiner újságot karolnak az öreg asszonyok, izé, Szijjártó Peti. Ott kapták elején. Csodálatos. Tehát tényleg nagyon kemény dolgok történnek. Azon gondoltam, hogy ez az összefogás, ez olyan volt, mint a Justice League, hogy ilyen, tudod, ilyen, hát csak Injustice League, vagy nem tudom, tehát ilyen, ez a baloldali összefogás, ez olyan volt, mint ilyen nagyon elbaszott szuperhősök, és hogy így ennek kellett amúgy végre egy ilyen ez ilyen B-kategóriás volt, de kellett egy A-kategóriás, ilyen fideszes oldali rész, és az, hogy összeállították ezeket a formákat, ez érthetetlen, bazdmeg, ezek így kell. Krisztián, nekem az az érthetetlen, hogy így mégis miért kellett a Kossuth téren a békéért tüntetni? Hát én úgy tudtam, hogy a Kossuth téren béke van, tehát, hogy nem... Igen, igazítottam, hogy azért a Kossuth térre kimenni, tüntetni propaganda okokból, tehát alapból a jelenlegi kormánynak a propagandáját támogatni, azért az nagyon hazai pálya, tehát hogy ebben mi a kihívás igazából? Ilyen erővel kimehettek a normafára kolbásülni. Nagyjából hasonló szintű a kihívás. Mondom, hogy hol kell a békéért tüntetni, az orosz nagykövetség előtt, az orosz nagykövetségben, de az orosz igen, nagykövetség igen. Alatt, fölött, esetleg Oroszországban, de hogy a Kossuth téren bazd meg, tehát hogy biztos, hogy nem ott kell tüntetni a békéért. Elképzelem. Amúgy ne adjunk ötleteket egyébként, mert szerintem a következő, ahogy meghallgatja valaki ezt a podcastet, mondjuk, amit most mondtál, Lapi, és a következő az lesz, hogy ilyen gyertyás felvonulás az amerikai nagykövetség előtt, és ilyen gyönyörű dalokat énekelnek, hogy létszi Amerika, vonulj ki Ukrajnából. Amúgy az a baj, hogy Magyarországon így ez így annyira el van torzulva szerintem a kép erről az egészről, hogy így ez szerintem simán megtörténhetne. Tehát, hogy nem lepődnék meg, hogyha lenne egy ilyen bazd meg. Én azon se csodálkoznék, hogy a nagyanyám mondaná, hogy most nem ér rá vasárnap kaját csinálni, tudod, mert ki kell menni az orosz, vagy az ukrán nagykövetségre a békért kiabálni. Ugye a nap végén az a lényeg, ugye, hogy a Zelenszkij kiadja az emberét, és hogy a rohadék bazd meg, tehát hogy miért nem adja át a területeket, és nem halnának meg ennyien. Ez volt a gondolat az egész mögött. Tehát GRDG News. Jó, most kacok, menjünk tovább, még van még egy-kettő. Az egyik az, hogy hát voltak ilyen kaotikus történések egyébként, amikre hát nehéz igazából. Amúgy ilyen közéleti kaotikus, ilyen, olyan kaotikus, ami akár még velünk is megtörténhetett volna. Két ilyen sztori is volt, az egyik Deákon volt megint egy késelés. Jó, igen, ahol, és elég hardcore késelés volt. Igen, valaki meghalt, rámentek egy srácra, meg Tarkón késedik. Nem, halántékon. Instant meghalsz köbben, bazd meg, tehát, hogy így. Abszurd dolog. A másik pedig egy, tehát, hogy kicsit el van szabadulva a főváros, úgy tűnik. A másik egy liftes mutogatós sztori. Ezt nem tudom, hogy ezt lehet. Bármelyikünk lehetett volna. Mivel kezdtétek, ez bármelyikünkkel megtörténhet. Veled is megtörténhet. Szoktak a szatírok csávóknak is mutogatni pélót? Vagy az... De így állnék, hogy miért? Nice coke, bro. Nice coke, bro. Hé, tesó. Hé, megfoghatom az acsit, tesó. Bazzag, meg se lepődnék. Tudod, állnék a liftbe, bazzag, és így meg se lepődnék, hogy ez így megtörténik valami. Bazzag. Mutatja a faszát, bazzag, a liftbe, és mondanám csak neki, hogy így hallod, a 24-es meg tudnál nyomni. Úgy is pont derék magasságban. Szóval úgy látom, kicsit hideg van. Kikapcsoljam a klímát, tudod. Azok meghalok, kicsi. Úristen, mondom, meg se lepődnék, bazd meg azon, hogy mutogatja valaki magát a úgy nézett ki, hogy a jelenet nagyjából, nem minthogyha ezek a mutogató sztorik, ezek ne léteznének azóta, amióta
mi létezünk kb. Tehát én emlékszem, hogy amúgy ilyen 5 éves koromban mindig voltak ilyen sztorik, hogy, hogy ajaj, azt terjeng, hogy van egy szatír a, valahol így Újpesten, így a kertvárosi részben, és hogy oda kell figyelni meg ilyenek. Tehát nálunk, ez, nálunk én emlékszem ilyen sztorikra így egyre-egyre. Én nem láttam az action-t, valószínűleg nem is én voltam a célközönség, de hogy ez úgy nézett ki, megy a csávó, négy nőbe megy a liftbe. Csávó így gondolkozik egy kicsit, aztán így előkapja a brét, és így megmutatja nekik, mire a négy csaj kirúgdossa a csávót a liftből. Tehát egy ilyen egészen nagy ilyen Dávid vs. Góliát jelenet volt, ahol végül a csajok nem tudom, hogy tökör rúgták el a csávót, de gyanítom, hogy arra mész amúgy. De hogy így, amit soha nem értettem, hogy mi az elvárt végkimenetel egy szatír részéről? Szerintem ő neki nem az elvárt, tehát ő neki az a lényeg, hogy neki valószínűleg az a perverziója, hogy megmutatja a faszát. És így... Ennyi, tehát hogy ő nem gondol többet szerintem ennél. Nem. Itt van. Nem a megmutatás szerintem, tehát hogy nem a megmutatás az, amire izgulsz, hanem a reakció. És szerintem pont ezt a reakciót várod el, tudod, hogy így tudod, hogy így ez legyen belőle, egy ilyen megijedés, egy ilyen félelmet keltsél bennük, nem? És ez azon nem tudom, hogy miért. Hát amúgy le. És hogy így... Nagyon más nem lehet, tehát hogy amúgy én azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy azt várod, hogy így azt mondják, hogy hey, nice! Jó fasz, tesó. Nem, wow. Nem, ez biztos nem. Tehát ez, szerintem ez az, amit legkevésbé várnak. Vagy azt, hogy csak így oda néznétől, és így megkuncogod, azt így visszanézel, és így mész tovább a liftbe. Nem lehet, hogy ők így azt gondolják, hogy amik így az ilyen pornófilmekben vannak, azok így megtörténnek a valóságban, hogy így előkapják a faszukat, és akkor így valaki nem, így azt mondja, nem hiszem, de gyönyörű ez a fa. Nem hiszem, hogy ez van az a dolgok hátterében. Jó, hát én csak azért kérdezem, mert tényleg nem nagyon tudom. Tök jó lenne amúgy egy film, ami egy szatírról szólna, és egy kicsit beleláthatnánk a lelki. Úristen, az nagyon jó lenne vendégnek meghívni egy szatírt. Hogy találunk szatírt? Elmegyünk a Margit szigetre. Pesten hallottam be? Ja. Írom be az Margit szigetre, 7. kerület itt lakókba. Szatírt keresünk forgatásra. Teljesen anonim jellegű. De amúgy ja, hát rárakjuk az egyik símmaszkot, aztán kész, beszélhet. Kíváncsi vagyok. Ja, ilyen komikusan elnémítjük a hangját. Feltoljuk, mint az Alvin és a Mókusokba. Az parál lenne, bazdmeg. Tehát egy Alvin hangú, maszkos ember arról beszél, hogy így igen, szeretem mutogatni magamat. Ez egy kurva. Hát de bazd meg! Hát, úgyhogy, olyan, mint a Levente klubja lenne. Tehát, hogy ilyen egészen ilyen átérzést, ilyen nagyon ilyen deep, ilyen léleksimogató hangon nyomatjuk a beszélgetés szatira, mint mondjuk, mint a Levente. Aha. Hogy hívják? Milyen Levente? Lakatos. Lakatos Levente. Tényleg, és azért én is láttam már azt, amit itt szoktál mutogatni, és hát... Igen, az hát adás előtt rossz. Egy négyszer-ötször megmutatta az új ember. Ezt itt podcaston beszéljük, amikor azt mondom, szerintem én hoztam föl, nem, hogy így szerintem a mi generációnk így több pénisz látott, mint az összes többi generációi összesen. Ja. Igen. Elég kemény. Úgyhogy ilyen fura dolgok vannak, azért volt itt, már múlt héten is volt ez a antifás akció, be vannak dühödve az emberek, nem tudom, mi történik. Nem tudom, mi történik. Jön a tavasz, hát, hagyod a fasz. Így állnak a csillagok, ezt mondaná. Így állnak a csillagok. Utolsó... Retrogrédben van a Merkurban. ezt mondanák biztos. Ja, bocsánat, igen. A horoszkópos, a frufrus lányom. Igen, volt erre egy jó szó, hogy... Spirik? Nem ezó, spirik. Ezt mondanák, yeah, a nice. Spirik. Utolsó hír, az pedig az, hogy Argentinában küldtek Messinek egy üzenetet, a kártel szétlőtte Messi családjának a szupermarketjét, és azt mondták a Messinek, hogy irgum-burgum, semmi konkrét, nincs megnevezve, hogy Messi mi rosszat csinált, de határozottan rátámadtak erre a kis épületre, és megfenyegették, hogy a helyi
polgármester ugyanúgy a drogkártelnek a befolyása van, így igazából valószínűleg nem tud nagyon politikai segítséghez fordulni. Mm. Gondolom, hogy azért necces, mert hogy biztos a családja ott lakik, vagy valami ilyesmi. Mm. Várjunk, itt több kérdés is felvetődött bennem. Messinek van szupermarketje? Messi feleségének van szupermarketje. Figyelj, mennyi pénzt keres évente Messi? Tehát, hogy Krisztián, tehát, hogy Messi, tehát dollár milliókat 100, biztosan. Dollár százmilliókat. Ja, persze, nem tudom kimondani azt a számot, amit valószínűleg keres. Nem ismerek annyi nullát, bazdmeg. Ha 41 millió dollárt keres egy évben, tavaly ennyit keresett. Az néhány szupermárket. Az néhány szupermárket. Tehát, hogy maradjunk annyiban, hogy szerintem például az egész CBA-t itthon föl tudná vásárolni, ha szeretné. Ez kurva vicces lenne. Ez mekkora fán lenne egyébként, ja? Prima. És mindig Messi mosolyog, és rámész a cég infóra, bazdmeg, és látod, hogy a CB, a Magyarország Kft. Tulajdonos Lionel Messi, bazdmeg. Lionel Messi. Lennének ilyen nyílt napok, tudod, mondjuk így az ilyen nagy grandiózus átvevő ceremónia, és akkor mondjuk az Újpest központi Prímában Messi lenne a kasszás egy napra. Az igaz, jó lesz. Lehetne ilyet, tudod, hogy így tudjátok, kivel volt a Mr. Worldwide, mi a neve, bazd meg a csávónak? Pitbull volt ilyen, hogy lehetett szavazni, hogy melyik Walmartba menjen elvágod, és valami Isten háta mögötti Walmartot szavaztak meg, bazd meg Alaszkába, érted, hogy akkor oda kell elmennie, ez egy koncertet tartani, mert egy mekkora mém. És elmentem, hogy megtartotta ott a koncertet, valami egy-két számot leadott, meg ott beszélgetett emberek, hogy valami találkozó volt. Ugyanezt lehetne a Lionel Messivel is, bazdmeg, és így megszavazni, bazdmeg, hogy a Borsodi Vánkai CBA-ba menjen el, bazdmeg, hiszé, dekázzon egy párat, meg találkozzon az emberekkel, hogy mekkora flash. Ezt mondják, itt a Ronaldo, gyere! Ja, itt az a Pepsi-kólás gyerek. Pepsi-kóla. Hát mi a Gyugyák Balást jobban kedveljük itt a családban. Azt nem lehetett volna azt hozni? A Gyugyák Balást nem úgyhogy ez történt az öreg Messivel. Pirgum-burgum. Bármit is csinált. Ő tudja, hogy mit csinált, vagy ő is úgy áll, hogy geci, mit csináltam. Ne nyerjek több. Nem tudja, szerintem... Nem nagyon reagált még a helyzetre, amiről én tudok. Uh-huh. Meg egyébként az üzenetben az volt írva, hogy Messi, ami mint kiderült, ugye, kiderült egész egyértelmű, de ugye a Messinek a keresztneve az a Lionel, és ez a vezetékneve. Úgyhogy igazából lehet, hogy egy másik családtagjára vonatkozott a dolog, az is lehet. Lehet. A tesója, van két tesója a Messinek, azt olvastam, és a kisebbik, idősebb tesója, az, hogyha beírod a nevét Google-be, akkor ilyen cikkeket dob ki, hogy őrizet alá vették az öreg nem tudom milyen Messit, amiért találtak egy vérnyomokkal telelévő puskát a csónakjában. Jó, nem mindenki tudta geci jól focizni, és azért túl kell élni Argentinába, tehát. Tehát az Argentin az ilyen brutál hely, meg egyébként ugyanebben a cikkben, tehát az, hogy véres pisztoly, véres puska, van egy kép arról, hogy így hogy néz ki ez a hely, ahol megtaláltak, és konkrétan ott van egy kis motorcsónak, ami tiszta vér, de hogy az egész motorcsónak bazd meg tiszta vér. Tehát, hogy így elég enyhe kifejezés az, hogy amúgy találtak egy véres pisztolyt, tehát azért amikor hát a pisztoly is véres volt. Vér, bazd meg. Valószínűleg igen. Úgyhogy... Hát ilyen érdekes familia ez a... Ez a Messi család. Messi család. Na, remélem, majd lesz egyszer Netflix sorozat belőlük. The Messies. Úristen, bazd meg. The House of Messi. House of Messies. Nem érdekelne annyira, sajnos, de biztos sokakat érdekelne. Viszont ennyi volt nagyjából a Gérdégi News, srácok, menjünk tovább. Mert egy eléggé erős téma van még a terítéken itt következőnek. Harry Potter. Sokszor beszéltünk már róla. Mindenki ismeri? Mindenki szereti? Kérdőjel? Nem biztos. Miért érdekes most nekünk a Harry Potter? Két okból. Az egyik, mert Api megnézte a Harry Pottert. Az összes Harry újra. Pottert végignéztem múlt hétvégén, igen. Ez mi vit rá erre a cselekedetre? Három streaming szolgáltatóra vagyok előfizetve,
és semmilyen olyan műsor vagy film nincsen ezeken, ami egy érdekelt volna. És így úgy voltam vele, hogy de rég láttam a Harry Potter-t utoljára gyerekkoromban, nézzük meg, lehet, hogy nem olyan szar, mint emlékszem. És őszinte leszek, tehát az egész Harry Pottert megnéztem, az azt jelenti, hogy megnéztem a 4-et, az 5-öt, a 6-ot, meg a 7-nek a két részét. Az 1-2-3 szerintem nem létezik. Pont tehát, az 1-2-3 nem. Hát bazd meg, ne haragudjál meg, ki a gecimet érdekelnek a 11 éves gyerekek, ahogy, a, ahogy egy követ keresgélnek, bazd meg a Roxfordba, tehát leszarom. Meg a baziliszkus. Tehát létezni létezik, csak nem adod a gyerekszínészeknek a gondolatát? Azt mondjátok már, hogy adjátok a gyerekszínészeknek a gondolatát, tehát hogy a gyerekszínészek egytől egyik szarok. Nincsen olyan gyerekszínész, aki jó előadást tudna amúgy így adni, nem mindig, de megnéztem a 4-et, az 5-et és a 6-od, és bazd meg így ülök így a kanapémon, meg így néha fekszek, meg így fetrengek, videóznom kellett volna, bazd meg, tehát így összeviszi. Hangosan fölnevettem többször, amikor így ment a film, és így nem az egyértelmű poénokon, hanem bazd meg azon, hogy így mekkora szar. Tehát így most így mit látok? Ezeken. Tud felhozni példát? Pedig ez már a dark része a Harry Potternek, tehát hogy ez már egy ilyen sötétebb, kicsit creepy akar lenni, gonoszak az emberek, meg sötét az egész, nem? Tudok példát felhozni, igen, Krisztián. Nem mondanám, Pisti, hogy gonoszak az emberek, meg sötét a Harry Potter. Mert hogy sötét, hogy buta, akkor igen. Akkor valóban. Hogy nincs bezáratva amúgy a Roxfort? Tehát hogy, minden, tehát, hogy már a második rész után, amikor a baziliszkusz van, ez egy egész nagy koncept, hogy miért nincs bezáratva, tehát hogy küldik még azután is oda a gyerekeiket. De a legtöbb dolog, amit így felírtam magamnak, a hetedik részben volt. A hetedik rész az utolsó rész, aki nem vágja a Harry Pottert, az ketté lett osztva. És ott olyan dolgok történnek meg, mint például, hogy amikor a hetedik rész első felében, nek a végén, időre Lunát, az Ollivandert, meg a nem tudom még kit, a Tobi kimenti a Malfoyéknak a pincéjébe, uh-huh. És meghal a Dobby ott, ugye Tobi az meg a Dobby. Tobi Maguire. Akkor így Dobby Maguire. Bazd meg, kettő epizóddal és kettő jelenettel később Luna már ott van a Roxfordban és újra tanul, és ott várja a Harryket, hogy megérkezzenek, miközben bazd meg két jelenettel azelőtt konkrétan Lunát mentették ki amúgy a pincéből, és így nem értem, hogy így mi a fasz, hogy kerül oda, hogy adhat Zsupsz már kulcs. Tanácsokat, hogy minden meg lehet magyarázni a Zsupsz kulcsa, hogy nem lett Zsupsz kulcs, bazd. Luna az a szőke csaj. És te azt mondtad, hogy nem vágod a Harry Pottert. De csak a Lunára. Hát ilyen random sidekick karaktereket amúgy most itt nagyon... Luna az alter lány a Harry Potterből. Az alter, ez szőke? Igen, a szőke alter lány. Igen, mondhatjuk azt, hogy a szőke. Kötözködsz itt, api bazd meg, hát akkor teljesen spot on volt. De igen, jó, Luna megjelenik, mert hogy amúgy akkor Zsupsz kulcsa vissza tud venni. Amúgy kb. Szerintem minden megmagyarázható. Nem Zsupsz kulcsolt vissza, bazd meg, mert most mentették varázslat. Meg a pincéből, bazd meg, és ott volt a Ron unoka testvéréknél a lakásban. Két jelenettel ezelőtt. De a Ronéknál van egy Zsupsz kulcs. Hát akkor... Onnan Zsupsz kulcs vannak, nem a izében. Fog már be, bazd meg, nincs Zsupsz kulcs, geci. A következő... Nagyon szeretnél egy konklúziót levonni, Api, de következő a Harry Potter fandom az lazán amúgy leverne ebben a vitában. Van egy csata a hetedik résznek a végén, amikor harcolnak a Roxfordba, több gyerek meghal amúgy, ami elég para. A kedvencem viszont, hogyha nem tudom, mennyire emlékeztek amúgy így a Harry Potter részekre, a Harry Potter 5-ben, nem, a Harry Potter 6-ban, a félvér hercegben a Ronnak van egy csaja. Igen. Megvan? Nem tudom, hogy hívják, de... Már én sem emlékszem a nevére. Nagyon krássolja a Ront. Igen, nagyon krássolja a Ront, igen. Na, ez már hihetetlen. Kevésbé hiszem el, hogy ennyire krássolja valaki a Ront, mint az, hogy Harry Potterben az meg tud varázsolni. Tehát... Na igen, na és a hetedik résznek a vége felé ott a csatában mennek le Harry, Ron és Hermione futnak lefelé ki az udvarra,
és mennek le a, oda, abba a csónakházba mennek. És elfordulnak egy helyen jobbra, és azt látják, hogy az a Ronnak a csaja, aki az előző, a hatodik részben a Ron csaja volt, az ott fekszik a földön, és egy farkas ember zabálja éppen. És wow. Mi történik? Hermione felkiált, valamit rávarázsolnak a farkas ember, az elrepül a picsába, és ott hagyják a csajt, bazd meg, ott fekszik a földön, miközben egy másodperc ezelőtt még egy farkas ember zabált belőle. És így Ron, ilyen mintha mit se történt volna, bazd meg, tehát így az ex-el, geci, ott fekszik a földön, haldoklik, vagy már éppen meghalt, amúgy rávikiztem utána, meghalt a csaj, az ott meghal, és bazd meg, leszarják, vágod, geci, csak így, supsz, megyünk tovább, ennyi volt. Hát új kulcsi van, azt a kulcsit kell védeni, a Hermione azért az top tier pina a másikhoz képest, tehát hogy a Ron az hatalmas van, player, hatalmas player a Ron. De bazd meg! Ez így van, Hermione a top 1 csaj egyértelműen a Harry Potterben, tehát hogy amúgy... Nem. És a legnagyobb rizze ez alapján amúgy Ronnak van a Harry Potter sorozatból, mert hogy Harry Potter a főszereplő, ő a kiválasztott, ő a nem tudom, ő a tényleg bazd meg, a profécia róla szól, tehát hogy neki ennyi egy csettintésbe telne, és így amúgy bárki a faszára cseppenne. Csul. Így van, de hogy ő a Ron, az így a Harry Potter univerzum Pete Davidsonja, bazd meg. Ronda, csóró, Ronda, csóró, és még bazd meg ráadásul azért nagy szövege nincsen, tehát hogy vagy kibaszott nagy fasza van amúgy a Ronnak, vagy valami, azok a jelentek, amikor így a Harry Potter így buziskodik, meg így nyomja ezeket a szenvedéseket, akkor addig amúgy olyan szövege van a Ronnak, hogy így szerintem ő biztos, hogy nem a Hermione volt az első gágyi, akivel összejött. Tehát ő szerintem lekúrta a fél Roxfortot. Vannak... Csak ez a kivágott jelenetekben. Az 5-6-7-ben amúgy vannak ilyen elég nagy kúmer momentek is amúgy, tehát hogy például azt hiszem a 6-ban van az, hogy a Harry meg Hermione-ben vannak a könyvtárban, és Hermione így casually fölhozza, így rámutat egy csajra, hogy így tudod, hogy ez kicsoda, és mondja Hermione a nevét, és így Harry egy bájtalt akar neked főzni, egy szerelmi bájtallal akar téged megbabonázni, minden, és így Harry csak így föl, látod, az így Harry, meg egyszer így fölcsillan a szeme. Horny Potter. Tényleg? Hermione bazd meg, hogy így, de hát, és így Hermione azt mondja, hogy de hát csak azért tetszel neki, mert hogy te vagy a kiválasztott, és így Harry bazd meg erre csak annyit mond, hogy de hát én vagyok a kiválasztott, és így bazd meg, és Eddel így hangosan elkezdtem fölnevetni, Hermione csak így, hogy bazd meg Harry, hogy mondhatsz ilyet, és így nézem, hogy így, mi van. Ura jó volt. Tök jó, 10/10 mennyi volt akkor a Harry Potter sorozat, Api? Bro, 10/1 a Harry Potter, tehát ne nézzed végig, hogyha nem akarod amúgy. Sok mindent felírtam, én adom a Harry Potter. Ki a best girl szerintetek a Harry Potter? Ki a legjobb csaj? Meggalagony, egyértelmű. Top tier. Ugyan ezt akartam mondani. Top tier, meggalagony, macska formában. Aha. 10/10. Fú, bazdmeg. Én ide azt írtam még, hogy figyeljétek, hogy felolvasom, amit ide. Végig crusholtam Bellatrix Lestrange-et, kötőjel, Igen, ez határozottan ez a vittula srácok vélemény egyébként. Igen. Úgyhogy understandable. Meggalagony a Pordókastély óta plusz... Amióta? Sokkal magasabb szintekre emelkedett igazából, mert hogy ott ő igazából a main bitch. Igen, ő a main bitch. Úgyhogy belegondoltam, hogy ezért. Miközben dugtok meggalagonja. Ebben nem gondoltam. Lehet, hogy félúton átváltozik. Macskával, ja. A brain. Az úgy legális? Tehát, hogy nem tudom, de hogy... Legális. Nem tudom, de hogy így gondolom... Erre mit mond a kódex? Hát nem tudom, írják meg a kedves a nézők, hallgatók, hogy szerintük legális-e így. Ez pontosan... Végén... Most nem tud állattá változni? Hogy? Csak a megalagony változik macskává? Nincs valaki, aki még... Tudom, ne, ez Peter is Petting amúgy egy olyan... Patkányá változik. Az érdeke. Úristen. De Peter Pettigrewben az meg úgy néz ki, hogy inkább ilyen patkány formába dugnád meg. Tehát, hogy...
Ami most esik le egyébként ugye, hogy a meggalagony macskával változik, az már így az első rész. Ja, de hogy így, ez így... És hogy ez a legsztereotipikusabb ilyen boszorkány cucc, nem? Tehát igazából ez nem kell ezt sokat gondolni. Nem ez, igazán. A boszorkány macskával változik, az egy ilyen 1000 éves dolog. Hát ja. Ja. Vannak még érdekességek amúgy a Harry Potterbe, tehát hogy akik még így érdekesebb karakterek voltak szerintem benne, az a... Ja, bazd meg, geci, kajak! Tehát a 5. rész, Harry Potter 5, azt hiszem az a, mi annak a címe? Az a Főnix rendje volt? Főnix rendje, és abban jön a félszemű tanár, nem? Hát én nem tudom, hogy melyikben van, de van egy félszemű tanár benne. Négyben is már benne van. Igen, a Alastor Moody, amit magyarul úgy fordítottunk, hogy... Rémszem valami. Rémszem Mordon. És Rémszem Mordon, ugye, mint kiderül a konkrétan a film leges legvégén, hogy ugye nem is ő volt, hanem a mit tudom én, melyik miniszternek a halálfaló fia, és a Rémszem Mordon a ládában volt benne, az, de ez már az év, a tanév végén derül ki, tehát kvázi az ember, bazd meg, elszigetelődve egy ládában ült, feküdt egy éven keresztül. Mi a fasz? Hogy nem varázslat. Ült meg? Api, varázslat és infúzió. Varázslat, mindig ez az indok. Mindig a varázslat az indok. Ja, most ezt elmondhatjátok, bazunk még 50-szer, bazd meg, de hogy így akkor sem érdekel, geci. Tehát, hogy így biztos, hogy varázslat, bazd meg. Nem, ezt tudod, minek hívják? Api, nagyon, nagyon, nagyon jó hangulatod. Ezt tudod, minek hívják, bazd meg? Lazy writing. Mi annak a magyar megfelelője, bazd meg? Ez a lusta írás. Ez lusta történetmesélés, bazd meg. Ez nem varázslat. Ez hogy lehet, hát figyelj. Időutazás is mindig ilyen, meg vannak ilyen klasszikus ilyen történetvezetési dolgok, akkor az alakváltás, ezek mind olyan dolgok, amik úgy elbasszák, hogy onnantól kezdve annyira ilyen lustán meg lehet írni egy sztorit, semminek semmi értelme nincsen, bárki alakot... Persze, hát igazából maga, ez a teljesen jogos, meg ugye én is azt mondom, hogy ez ilyen nagyon ilyen sztereotípikus varázsló dolgok, mint például az, hogy a repülő seprű is amúgy egy kibaszott olcsó dolog. Tehát, hogy az, hogy értem, hogy ez úgy kezdődött el, hogy ha ezért gyerekek varázsolnak, és ezért minden sztereotipikus varázsló tucat berakunk, ezt értem. Ez nem... De aztán annyira elfajult ez a dolog, annyira népszerű lett, hogy kicsit így, kicsit nagyobb kreditet adunk szerintem ennek a világnak, J.K. Rowlingnak igazából, mint amennyiben. Szerintem királyom úgy, hogy rebrandelt ezeket a létező dolgokat, tehát nem kell feltalálni szerintem mindent az elejéről. Mondjuk hogy Harry Potterrel azt teljesen máshogy néztünk a varázsló seprűs dolgokra, itt meg így próbálták azt, hogy akkor ez ilyen tankötelezett dolog. Hát, öt kredit. Nem tudom, mit kaptak. Nekem mindig ez a kérdés merül fel a Harry Potterbe, hogy ezek így oda mennek. Hány évesen? 10 évesen? 11 évesen kezdik ezt az iskolát? És ott vannak... Szerintem 8, 7-8, nem? 11, mondjuk legyen. 11. Igen, 11, mert én is úgy tudom, hogy valahogy később kezdik, mert én is azt hittem, hogy ez ilyen első osztályba kezdik, de hogy mondjuk nem tudom, harmadikba kezdik. Harmadikos, Harry Potter tanul mindent, de összeadni, kivonni szerintem az ujjain tud, bazd meg. Tehát, hogy és mindenki, aki a Roxfordban tanult. Tehát, hogy ilyen alapvető dolgok nincsenek meg nekik. Kézzel már, hogy Harry Potternek egy kamatos kamatot kell kiszámolni, a bazd meg, amúgy így valahol a galeonjaira. És itt... Kurvára nem. Tehát, hogy nem ismeri azokat a nagyobb számokat. Tehát, hogy 20-ig tud elszámolni. Hát így, tudod, ilyen harmadikos matematika szinten is szerintem meg vannak akadva, tehát, mert ugye a Roxfordban ilyen fontos dolgokat kell tanulniuk, mint jóslástan, meg bájtaltan, meg mit tudom én. De az, hogy ilyen általános műveltséggel rendelkezzenek, mint mit tudom én, az a szorzás, osztás, az így nem kell. Megkérdezett Harry Pottert, hogy így hallottál már Churchillről, hogyha így Anglia, és mondja, hogy kiről? Történelem az nincs, semmi, nulla. És valószínűleg úgy szótagolva olvas Harry Potter. Igen, tehát ja. Jó, srácok, jó, kb. 3-4 órája megyünk, úgyhogy tartsunk egy szünetet. Jó. Aztán folytatjuk a BuzzFeed-es Harry Potter személyiségtesztekkel. Remélem, srácok, hogy aki ezt nézi, és tetszik neki az adás, az előfizet esetleg a Patreonunkra, nagyon megérős,
nagyon jó extra tartalmakat tartunk a Patreonunkon is. Tehát van egy csomó kivágott jelenetünk, extra részek, amiket nem rakunk bele esetleg a heti adásunkba. Kifejezetten oda kreált. Igen, igen, és teljesen oda kreált részeink is vannak. Ja. Esetleg nézzetek bele, a linket megtaláljátok odalent. Visszatértünk. Visszatértünk. Újult erővel, újult nem tudom, motivációval az élethez, gondolom én. És szükségünk is van rá, mert hogy BuzzFeed-es, Harry Potter-es személyiségteszteket fogunk kitölteni. Ide is süllyedtünk, ennyire kell a nézettség. Ez szerintem egy nagyon, nagyon, hogy is mondjam, nagyon kelendő téma. Tehát, hogy több olyan kulcsszó is van ebben az egész tevékenységben, ami lefedi így a társadalomnak, meg a fiatalságnak a nagy részét. BuzzFeed, Harry Potter, személyiségtesztek, ez mind. Tehát, ez három. Kérem háromból a... három kibaszott teli találat. Kérem a linket, király. Igen, ezt akartam mondani, hogy egy linket. Vagy csak így bejük, hogy BuzzFeed. Lehet, azért nem tudok nektek linket jó, de küldök egy átfogó linket. Amúgy beírtam, Harry Potter Quizzes, ja, de hogy ez egy ilyen kategória, bazd meg. Ez egy kategória. Melyik Roxford házba szerint? Várjál, Krisz, mert hogy kigyűjtöttem a legjobbakat. Tehát, hogy vannak a top népszerűek, ami nyilván ugye a legbézikebbek, például... Melyik házba kerülnél, meg az a legbézikebb? De aztán utána elkezd elmenni egy nagyon durva irányba, és már egészen abszurd kritériumok alapján rak be téged házakba. Én úgy ilyeneket találtam, hogy például a Harry Potterről alkotott véleményeid alapján elmondjuk, hogy melyik egyetemre kellene menned. Tehát, hogy rendesen karrier tanácsadást ad neked a BuzzFeed az alapján, hogy mit gondolsz a Harry Potterről. Képzeljétek már el, hogy valaki azért választ X meg Y egyetemet meg szakot, mert hogy ő a Harry Potter kríz alapján, neki ez való, bazzik, ez mi a fa? Geci, aki ezután, és utána nem tud elhelyezkedni a munkájában, mert vagy szar a szak, vagy nem érdekli, vagy nem tud benne érvényesülni, vagy valami, bazd meg, az megérdemli, geci. Úristen, mi a fasz? Hát igen, sajnos az, Harry Potter kríz, azt mondta, hogy mondjuk... mégse az álmomat kövessem. Hogy hívják a... Na jó, nem az olyan csúlyan, de hogy mondjuk azt, hogy ki a kedvenc karaktered, és mondjuk Hagrid, oké, akkor BMW villamosmérnök. Hát igen, de Hagrid az nem, az portásba az. Vagyonőr, spár vagyonőr. Én a Schönherz koliból rendszeresen láttam kijönni Hagrid típusú emberkéket. Igen, határozottan. Hát jó, igen, értem. A kinézet alapján igen. És ezek ez a link, amit most itt beküldtél, Pisti, most itt erre rámentem, itt azért mennyi fasság van, tehát így itt azt csinálják egy csomó cikkben itt, hogy vannak filmek, mint például itt a Shang-Chi, gondolom ez az valami Marvel film, és hogy azokból a karakterek, azok melyik házakba kerülnének be? Így van. Van ugyanilyen Squid Game-es is, amúgy. Isten, igen. Tehát, hogy igazából mindent, ami clickbait, azt kurvára meglovagol a BuzzFeed, de okay. erről híresek. Mondanám, hogy ezt szeretjük őket, de nem feltétlenül. Melyik 20. század diktátor melyik házba kerülne? Pol Pot, egyértelmű hollóhát. Pol Pot hollóhát. Pol Pot az hollóhát. Jó. Meg... Figyelj, szerintem Mr. H az Gryffindor, mert volt a... Tegnap küldtem nektek egy ilyen Dumbledore-os AI-t, hogy a Slytherin-eseket... Na jó, mindig ezt berakom linkbe, én nem is akarom kimondani, hogy miről szól. Igen, tehát gyakorlatilag Dumbledore tömeggyilkosságot végez a Mordekárosokon ez a videó. Igen, igen. 6 millió pont a Mordekárnak. 6 millió pont a Mordekárnak, igen. Uramisten, az nagyon groteszk. Ilyenek vannak még egyébként, hogy válasz ázsiai kajákat, és 99,9%-os pontossággal megmondjuk, hogy melyik Harry Potter házba tartozol. Tehát, hogy nem ám az, hogy itt baszakodás van, hanem 99,1% a tévedési határ. Na ezt figyelj. Így kimondják. Ez hol van, baszd meg?
Nagyon sokáig görgettem. Nagyon sokáig. Én ezt meg akarom. Kérünk egy linket. Gondoljátok, akkor... Mi lenne, hogy együtt kitölteni? Izét. Jó, igen, együtt kitöltünk majd kettőt, mind a kettőtöknek egyet, mit szóltok hozzá. De azért mondok még hármat, jó, amiket nagyon, nagyon szórakoztatónak találtam, és akkor hát, ha valamelyiket tetszik. Itt van előttem egy, hogy eat some British food to reveal your true Hogwarts house. Egyél néhány brit ételt, hogy megtudd, mi az igazi Roxfortos házad, bazog, és itt az igazi brit kaják vannak a képen, bazd meg, mik a két szívek, ezek rajta, hogy tudod, ez gusztustalan szarok. Igen, ez persze, bab, bab és tojás. Amúgy ilyenek vannak még, hogy például népszerűtlen, vagy ilyen controversial anime véleményeid megmutatják, hogy melyik házba tartozol. Wow. Nem tudom, hogy mit jelent egy controversial anime vélemény, de amúgy ilyen is van. Akkor még van egy ilyen, ez egyébként az egészen real, hogy meghalnál-e, ha egy Hogwarts-os diák lennél? Ja. Tehát, túlélnéd-e a Hogwarts-ban? Amekkora balfasz vagyok, lesétálok a lépcsőkön, és éppen nem ott áll a lépcső. Azt amúgy fel akartam hozni, hogy ezt vágjátok, hogy a későbbi részekben már nem mozognak a lépcsők, amúgy csak az első párban. Ó. Oh. Hát, ez biztos ilyen lemerült biztosítási intézkedés. Ja, hetente ketten meghaltak, bazd meg, mert zuhantak 80 emeletet, és így... Lehet, hogy 300 évig nem zavar senki. Szeszélyesek a lépcsők, hehe. Gyászom a lépsz, zuhan a gyerek 10 emeletet. Még egy utolsó pedig... Igen, ez kihagyhatatlan volt az meg a BuzzFeed-től, hogy legyél egy napig varázsló, és jöjj rá, hogy te és Cedric illetek-e egymáshoz. Tehát, hogy nyilván ugye az egyetlen ilyen mellékág Twilight szereplőt, azt mindenképpen meg kellett versenyeztetni egy ilyen romantikus quiz-quizben. Ja, szóval, bazzuk egy szívem. Kedvencem, az mennyire vagy sztereotípikusan Mordekár. Oh, Egyik az Billie Eilish, a másik meg Taylor Swift. Taylor Swift mióta Mordekár? Ez hol van, ez hol van? How stereotypically Slytherin are you? Ez a angol verziója. Nekem ezt nem adja ki. Igen, ez így, hát sokadik oldalon van egyébként, ez is. Igen, több oldal, jó. Figyeljétek! Ezt én most kitöltöm itt veletek, figyeljétek! Gonosznak tartom-e magamat? Igen, nem, néha, szituáció függő. Néha. Néha. Many unbearable hours later. Végig kattingattam, full Slytherin vagyok. Na. Api 100% Slytherin, nice. Nem lepődtem meg, bazdmeg. Soundpad. Krisz? Én meg kikérdezlek téged egy másikból, mit szólsz hozzá. Okay. Ami az, hogy hogyan halnál meg, hogyha te lennél egy diák a Hogwarts-ban. Van ennek a Hogwarts-nak mi a magyar megfelelője? Roxford. Hogwarts, okay. Roxford. Vagy úgy is lehet hívni, hogy Budapesti Gazdasági Egyetem. Kodolányi, bazd meg, ott születnek a csodák. Őristen. Nagyon jó, nagyon jó. Melyik Kodolány is karra kerülnél be, tudod? Vagy akarsz olyat, hogy melyik egyetemre kerülnél? Ne, ez jó. Ez jó. Hogyan halnál meg, hogyha Roxfortos lennél? Na. Első kérdés, első körben válasz egy házat. Jó, hát legyen a Gryffindor, csak hogy api ellentéte legyek. Ja, persze. Jó, mi a kedvenc órád? Bájital, átváltozás... védelem a sötét valami ellen. Varázslatok kivédése. Uram, Istenem, nem készültem fel, hogy ez angolul lesz. Varázslatos lények, bájok. Oké. Melyik tetszik neked a legjobban, Krisz? A bájitaltant. Nem... Bájitaltant? Oh, az geci menő. Azért, mert hogy hát azért, mert ott akkor ilyen jó szeszfőzdéket lehet csinálni, meg ilyen... Igen, ez gyakorlatilag egy házi pálinka. Meg lehetne csinálni a Breaking Bad-et Harry Potter világban. Egy rákos bájitaltan tanár, piton rákos, és akkor ezért így elkezd ilyen varázskrekket főzni, vagy varázsmetamfetamint.
Varázskörök. Yeah, Mr. Snape! Science! Konkrétan a Ronnak a két Iker bátyja lenne egyszerre a Jesse. Úristen, bassz! Varázs crack. Olyan, mint a sima crack, csak sokkal jobb. Látom magam előtt az első Breaking Bad részt, így kezdődik, és ott van Piton egy szál alsógatjába, bassz meg egy ilyen izi. Sivatagban van. A sivatagban. És ilyen lovaskocsi van, tudod, így ott füstölök mögötte egy lovaskocsi, bassz meg, így benne van az árakban a crack főzdés lovaskocsi. Jönnek utána a dementorok, bassz meg, így kezdődik. Kurva jó. Igen, igen. Yeah, Mr. Snape, science. Na, Chris, igen, bájítáltam. Kivel harcolnál? 1,000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  times later. És az eredmény... Na, hogy halok meg? Ahhoz képest, hogy kicsicskultál a Trimágus kupától, igazából az az eredmény, hogy Voldemort megölt téged. Bazd meg. Ez nem rossz. Tehát az azért nem rossz. Tehát, hogy a sötét nagyúr öl meg. Tehát nem az van, hogy mondjuk pofára esek a Roxfordban, és meghalok, bazd meg, vagy valamilyen ilyen. Igen, és inkább ilyenekre számítottam amúgy, hogy így, nem tudom, megeszel egy random gombát, amit nem kellett volna. Ja, gondolom, igazából azok a halálok vannak, amik voltak, tehát itt is konkrétan karakterekre van ráírva, úgyhogy... Igen. Ez a BuzzFeed, ez egy kicsit túlértékel dolog, nem? Vagy tényleg ennyi kell az embereknek, hogy kattingathassanak? Szerintem a BuzzFeed az tényleg így minden, ami rossz az internettel igazából mostanában. Szerintem, srácok, a BuzzFeedet konkrétan nem olvassa senki se. Tehát azt nem mondjátok nekem, hogy ezeket így valóban elolvassák az emberek. Szerintem, és sokszor itt olvasnod se kell, bazd meg, mert kettősoros egy cikk, érted? Tehát, hogy így... Szerintem... Mondok egy példát. Uh-huh. Találd ki, hogy a Harry Potterből ki a legjobb barátod. Ezen 500 komment van ezen a poszton. Ezek NPC-k, bazd meg, tehát tudom, hogy túlhasznált szó, de hogy aki a BuzzFeed-et tényleg így rendszeresen pörgeti, minden Harry Potter quiz kitölt, mindent, bazd meg, ez nagyobb NPC-ség, mint az, hogy greetings, traveler. Greetings, traveler. Bazd meg, de itt minden egyes rohadt Harry Potter quiznek, ebben ugyanazok a kérdések vannak, és most is így, hogy megtudhatom, hogy milyen lenne a pálcámnak a magja, bazd meg, és így kitöltöttem, most random bekattingottam. Dumbledore kúmja. Bárcsak, bazd, de ugyanazok a kérdések voltak most, mint amiket Pisti föltett, bazd meg, körülbelül. Tehát mi a kedvenc? Igen, mert lehet sokkal kreatívabb. Tehát nyilván senki nem fog végigmenni a 100-as listán. Bazd meg, tudjátok, hogy csinálhatta ezt a BuzzFeed? Tehát lekreáltak 70 darab ilyen quizt, mindegyiknek más a kimenete, de a kérdéseket így Ctrl-C, Ctrl-V-vel így bebaszták, meg így mögötte ugye, hogy milyen százalékban merre mozdítja esetleg a izét a végeredményt. És így ennyi, geci. Ez borzalmas. Egyetek, kik ezeknek a fogyasztói? Hát szerintem amúgy korunkbeli csajok nagy részt egyébként. Korunkbeli vagy nálunk fiatalabb elég csajok. Elég szexista Pisti. Szinte biztos vagyok benne egyébként. Ugye mondjuk a BuzzFeed-é például a Tasty is, ami egy elég kajak. Dolog. Én tökre szerettem a Tasty-t például. Ugye ez az ilyen nagyon rapid főzős videós sorozat YouTube-on, vagy TikTokon, meg mindenhol. Amúgy például, amúgy így random rámentem ilyen cikkekre, ami ilyenek, hogy 25 titok, ja, várj, tehát, hogy nem, bocsánat, feleségek elmondják a legnagyobb titkaikat, amiket eltitkoltak a férjeik elől, és néhány ezek közül igazán vad. Ezt 10 órája posztolták, és 70 ezer megtekintés van a cikkben. Jézus már. Na jó, tehát, szerintem az... szóval a BuzzFeed az real. Tehát, hogy a BuzzFeed-et az sok ember kezdő lapja. Mondjuk, nem, bazdik azért, most 70 ezer megtekintés amúgy egy... Szerintem az azért nem olyan sok. Nem rosszabb a BuzzFeed-ről tájékozódni, mint a tényekből. Igen, ezt így kimondhatjuk. A BuzzFeed az olyan, mint az Origo, csak nem árt senkinek. Igen, ez is... Nem basztatják a szegény Donát Annát. Igen, BuzzFeed-en valószínűleg nem posztolnak olyat, igen, hogy Donát Anna
vagy neki egy amerikai megfelelője egy pedofil erőszaktevő lenne, igen. Hanem a BuzzFeed-on, kicsit jobban elmenne az Origo a BuzzFeed irányába, lehetnének ilyen tesztek, hogy melyik pedofil baloldali politikus vagy. Amúgy lehet, hogy nekünk kéne egy weboldalt csinálni, csak így tudod így, melyik pedofil fideszes politikus vagy, és így tudod így ott lenni neki, kitartani, hogy én nagyon, melyik közül a kedvenc állatod a sas, a csikó, a turulmadár, a csikó, és így tudod így, jó, mi a kedvenc zenéd, ki a kedvenc előadó, Dope Man, Majka, Fekete Pálkó. Igen, az egyértelmű, akkor egy és akkor végig kiadna, hogy te Kaleta Gábor lennél a Fidesz. Gratulálok, Kaleta, 97% Kaleta Gábor vagy. Gratulálok 100% Borkai, bazd meg. Kurva jó. Igen, amúgy. Hogyha, ugye a Fekete Pálkot jelölöd a kedvenc előadódnak az instant Borkai. Hogyha mondjuk itt tényleg 10-ből a harmadik kérdés mondjuk az, hogy melyik a kedvenc tudatmódosító szered, és akkor rámész a kokainra, akkor így a többit már nem is kell kitöltened, hanem egyből dalstomi vagy. Amúgy én ennek látom, hogy, tehát, hogy és ilyen cikkekkel lenne tele az egész, néha megtüzdelve ilyen játékos kvízekkel a weboldalba az meg, és így mi is így 4 évvel később mondjuk ki kéne hoznunk egy helyreigazítást, hogy így bocsánat kérés az egész Fidesz-KDNP-től, és így szeretnénk elnézést kérni azért, mert azt állítottuk, hogy Dajcs Tamás egy kokainista semmire kellő. És így elnézést még egyszer. Tök jól lenne, csinálnak egy ilyen bőpulcsis, tudod, ilyen melegítős otthon így konfiba, tudod, és igen, tudjátok, nem tudtam, hogy mik a következményei az akcióinak, vagy ez egy nagy apology videót csinálnak, tudom, és tudom, ha, hát majd akkor, hogyha negatív lesz a drogteszt, akkor mehet. Ja. Addig én nem csinálok semmilyen apology videót, bazd meg. Bazdok, tudod, így feljelentene minket, hogy így tudod, így besározzuk a nevét, és így igen, jó, hát akkor csinálj egy negatív drogtesztet, és így jó, az így, jó, az így. Jó, az így, jó, csóval senki titeket. Ennyi. Ennyi. Amúgy én látom a jövőt abból, hogy egy olyan hírportált megcsinálni, ahol tényleg ilyen bulvár, de hogy ugyanúgy a politikáról írunk, csak ilyen nagyon bulvár, de így semmi köze nem lenne ahhoz, hogy így milyen döntéseket hoznak, meg ilyenek, hanem tényleg így az Orbán bejelenti azt, hogy nem tudom, bazd meg, háborúba vonulunk, és csak így, hogy így nem hiszed el, hogy az elnök milyen ruhában jelentette ezt be, és akkor tudod, így is. Riz nulla. És így tényleg csak kérek lennének, hogy melyik Orbán vagy, és akkor tudod, így kattingatsz, hogy mondjuk így mint az ilyen ENTP, meg tudod, ezek a személyiségtípusok, és csak így tényleg van egy ilyen, hogy így előbb mondom, mint gondolkodok, és hogy ja, te ez a fajok keveredéses Orbán Viktor vagy. Úristen, ez jó lenne amúgy. Szerintem erre kéne elmozdulniuk amúgy az ellenzéknek, tehát hogy így ebbe a bulvár irányba látom, tehát hogy így szerintem a háborút azt a saját térfelükön kell fölvenni amúgy a kormánnyal, tehát hogy így bazd meg, hogyha ők ilyeneket nyomnak, hogy te egy pedofil erőszaktevő vagy, akkor így bazd meg, ez csak velük egy szinten lehet fölvenni a harcot velük, tehát ez egy balos összefogás BuzzFeed. Így van. A BuzzFeed az egyetlen reményünk, a magyar BuzzFeed. Hát jó, csak értetted, hogy így... grdg.hu Igen, az a nem mindegy. Nézzem, hogy a Hungary kulcs szóra van-e bármi találat egyébként. Én amúgy nagyon élnék, hogy ilyen cikkeket kéne írogatnom amúgy, hogy így... Van egy ilyen cikk mondjuk 15-ből, hogy Hungary is holding hundreds of refugees including children behind wire fences. Tehát, hogy volt a BuzzFeed-nek olyan cikkje, hogy Magyarország rosszul bánik a bevándorlók a például. Csak így gondolom a BuzzFeed alatt a tölcske tesztelt, hogy te vajon átjut mellé az igazoltatás. Úristen, na, srácok, igen? Menjünk. Van még esetleg, amikor mentünk? Nem, ennyi volt. Nem. Jó, akkor menjünk tovább. Még van kb. Egy ilyen lájtos negyed óránk így a felvételből, amit a Word of the Day, vagy hát igazából nem is az, hogy a napszava, szerintem eddig az év
kifejezése az, ami nekem a múltkor szembe jött a Twitteren, és ez nem más, mint a Nightmare Blunt Rotation, vagyis ugye tehát a... Rémálom joint forgás. Mi? Rémálom joint forgás, ugye ez azt jelenti, hogy melyik a legrosszabb összeállítás egy társaságban, akikkel együtt szívhatsz. De az meg ez kurva jó. És hogy ez... Tehát az, hogy ugye körbeadjátok a jointot. Igen. És mi a legrosszabb, tehát ugye miközben szívjátok a jointot, dumáltok, elvagytok, flash. Az egy flash élmény, és hogy mi a legrosszabb kör, akivel lehet szívni. Igen. Én először ezt a kifejezést akkor láttam, amikor a Madonna csinált egy világturné promót. Ezt nem tudom, hogy láttatok-e. És Madonna a legrandomabb embereket hívja meg egyébként az asztalhoz. Random humoristák, random zenészek. Erik André egyébként ott ül random az asztalnál, amik P. Diddy és Erik André. És Madonna így, mintha nem lenne megrendezve a jelenet, mondja, hogy Úristen, szerintetek is világkörű turnéra kéne mennem? És így akkor valami Saturday Night Live-os csávú így elkezdi mondani, hogy így Úristen, 50 sláger, 50 országban? Meg így énekes, egyszer csak mindenki nagyon lelkes, és elkezdik így ökölel ütni az asztalt, és így, ez az passz meg, igen, gyerünk, menjél a világkörű turnéra. És itt olvastam először azt, hogy Nightmare Blunt Rotation, hogy így Madonnával és a barátaival például nem akarsz feltétlenül egy asztalnál ülni. Erik Andrével szívnék együtt, az biztos nagy flash, az biztos... Tehát, hogy... Erik, és igazából a kérdés az egyébként az lenne, hogy akkor hogy nektek ki a Nightmare Blunt Rotation? A Nightmare Blunt Rotation, tehát hogy mondjuk Rogán Antal, az előző témára, Rogán Antal adná balra a jointot nekem, nem biztos, hogy elfogászom, hogy ebből a körből kimaradok tóni. Akkor... Másik, Marics Peti? Marics Peti? Tehát a Val már mindkét tagja nekem olyan, hogy így nincs velük bajom, de nekem az egy nagyon intim pillanat a Blunt Rotation. Belennék feszülve, hogy így biztos olyanok, hogy beleszívnak kettőt a cigibe, és akkor tudod, ilyen nagyon ilyen kurva erőltetetten mindenen röhögnek, és így nagyon a faszot ki van velük. És így ne pofázzál már, bazd meg, hanem passzold a jointot a kurva életbe. Én nekem a legtöbb 30 fölötti ember az így szerintem benne van a Nightmare Blunt Rotation-ömbe, tehát így képzeld már, hogy így a 30 év fölötti emberek így unironikusan ott így jointoznának velünk. Hát amúgy igen, egyébként vagyunk a 30-esok, akik... Ja, bizony. Egyébként, ha így idősebbekről van szó, akkor amúgy egy Joe Biden, azt szerintem lazán benne lenne. Joe Biden. Tudja, hogy Joe Biden nagyon rosszul lenne tőle, és közben nagyon úgy próbálna csinálni, mint hogy nagyon jól érzi magát, hogy nagyon így menőn. Ahogy láttam mondjuk még valami 70-es évekbeli filmben úgy szívne a jointot. Isti Joe Biden 90 éves lesz, bazd meg, hagyjad már, alig él már a komolyt, miről beszélsz? Hármat beleszívna szerintem, és így új választást kellene kiírni. Na, tudom, hogy még ki lenne a Nightmare Blunt Rotation-ömbe. Na. A P. Barnának a volt feleség a Galambos Dorina. Őróla van egy ilyen emlékem, hogy ilyen szőke rasztában, vagy szőke konróban van, és akkor így úgy énekel, és őróla azt tudom elképzelni, hogy így szív, és végig ilyen rastafári szavakat akar használni, és majd összehányom magam, miközben szívjuk a ganja. Bomboklát. Igen, ilyeneket mondom, hogy just give me the light and I'll pass the joe. Csak így mondom, hogy fasz meg. Nekem ugyanebből azokból Varga Viktor. Varga Viktor az biztos real. Ő szerintem így beleszív, aztán így mondja, hogy na jó, én lenyújtok, jógázok. Ő nekem ő nem annak tűnik, aki az egészet elszív, hogy beleszív kettőt, aztán úgy is szív még a mai nap. Ilyen Péli Barnával mondjuk így Nem, ő vele, ja, őt nagyon adom. Tehát, hogy őt én így ajdon. A Galambos Dorinát kevésbé. Az meg amúgy tudjátok, hány éves Péli Barna? 50 valamennyi biztos. Az meg 47 éves. Nice. Látszik is rajta, amúgy elég lehet már felismerni az öreget, de még mindig jól tartja magát a fószer, csak már nagyon máshogy néz ki, mint annó.
Ja, hát nem néz, igen, ez a stíl az már nem nagyon van meg, ez a Soul Patch, meg ez a Zac Efron haj. Ja, volt is valami nagyon cink dolog, amivel benne volt a Pay Barna, nem? Valami... Ah, igen, pont az előző témához kapcsolódik, hogy a... Ugye békéért tüntetés. Aha. És csináltak egy popszámot arról, hogy legyen béke Ukrajnában. Meghallja Putyin, és így elsírja magát, és mondja, hogy így hiba volt. Fiúk, jövünk haza. És így Putyin felhívja Orbánt, és így mondja, hogy így tesó, ez a pergődob, az kurva szarul szól. Isten bazzunk. És mondja, ha kiavítod, visszavonom a sereget. Úgyhogy Pay Barna benne volt ebben, én meglepődtem, mert ő egy ilyen szimpatikus figura nekem is. Hát, és... nem rossz üzenet a béke, csak ezeknek semmi értelme nincsen. Tehát, hogy így nem tudom, mi a cél vele azon kívül, hogy cloud chase, hogy így igazából így, hú, én is meglovagolom ezt, hogy így jaj, beszélnek rólam, mert most éppen ez egy nagy téma. Nem nagyon látom, aha, hogy ez is így hova vezet, mi a végcél. Ez ugyanolyan, mint a szatír, aki mutogatja a faszát, érted? Hogy így, mi a cél? Jézusom. Hát real. Értem. Én a Pay Barna vagyok, még ki, még én Soul Patch-esre emlékszem, aztán rájöttem, hogy én voltam 8 éves akkor, amikor ő 27, bazd meg, úgyhogy így. Ja, igen. Ja, Pisti, neked ki a Nightmare Blunt Rotation tagod? Nightmare Blunt Rotation nekem az... Ez jó kérdés. Valaki, aki nagyon... itt nagyon fel akar vágni vele, tehát hogy azon gondolkozom, hogy ki az, aki nagyon így de sticky, icky, tudod így az Úristen, így hányok. Sticky, icky, basszus. Valószínűleg mondjuk, hogy a középsulis tanáraim közül amúgy bárki, az nagyon kellemetlen lenne, hogy így újra találkozunk, és egyből már gondzsázni kell. Osztálytalálkozón mondjuk ilyen előfordulna, ott nem érezzed magad amúgy ilyen izen. Talán ott is lennének amúgy emberek, de nem mindenki. Valószínűleg, sőt, így a társaság felével egészen jól lennék, de hogy nekem alapból ez egy olyan dolog, ez a gangyázás. Már ahogy így öregszem, mert szinte nem is élek ilyen semmivel gyakorlatilag, de hogy ezért ez egy ilyen nagy feszültséget okozó dolog volt nekem mindig. Tehát én nem az voltam, hogy így, ja, hogy kicsit el kell lazulnom, ezért így arra gondolok, hogy esetleg szívok egy kis hűet. Ez nálam ez soha nem volt. Nálam mindig tehát, hogy fokozta igazából az ingerültséget, meg a szorongást a ganja. Úgyhogy nagyon jól meg kéne válogatni, hogy ki is legyen amúgy ebbe benne. Igen, ezért nem akarok a maricsékkal, ezért nem akarok a Marics Petékkel, nagyon befeszülnék. Igen. Nagyon berosszulnék, egész pontosan így szeretnék fogalmazni. Igen, én egy Sebestyén Balázssal nagyon adnék. Például. Ja, hát őt se, igen, ő igen. Ő is tudja próbálni ilyen karikákat fújni, meg ilyenek. Ki lenne a Dream Blunt Rotation? Dream Blunt Rotation? Ti ketten, srácok? Kivitelezhetetlen. Borzasztóan hangzik, de egy Wiz Khalifa Snoop Dogg. Az, úristen, na... Ez annyira BuzzFeed-esen hangzott, bazd meg, tehát, hogy így... Hogy tudsz ennél basic-ebb lenne? De azok az emberek nagyon tudnak szívni, tesó. Azok nagyon nagy smokerek. Tesó, el se hiszem, hogy itt vagyok veletek, és pont, pont fűveszünk, tesó, hallod, így csapkodom, hogy a Snoop Dogg-nak a vállán. Tesó, ezt nem hiszem el. Kifújod a szádom. Young and wild and free. Ezt énekelni közben a Pisti, bazd meg. Berakjuk egy számot erre a pillanatra, és így berakjuk, bazd meg JBR-ről, bazd meg a Young, Wild and Free. Persze, én kisebb GBR-ről, nem a nagyobb, jól szóló GBR-ről, hanem a... JBR Go-ról. Sőt, nem, telefonról rakja be, tudod is. Telefonról, bazd meg. Ez életem legszebb napja. Fülemhez tartom a telefon, miközben megyről a Young and Wild and Free, így hajolok hozzájuk közel, hogy hát akkor jobban reagálnak rá, tudod. Szerintem Pisti, Wiz Khalifának és Snoop Dogg-nak te lennél a Nightmare Blunt Rotation-je. Igen. Nem biztos vagyok. Az így, ők ketten meg te. Tehát, hogy ez... Ebben egészen biztos vagyok. Igen, hát vannak ilyen nagy... Hát szerintem ezeknél az embereknél az meg szerintem egy szobába ülök velük, és nem is szívok, már akkor is beállnék. Tehát, igen, valószínűleg. Ez nem más kaliber.
Jó, nektek van ötletetek? Esetleg Dream Blunt Rotation? Az nekem... Tehát mondjuk így Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc együtt. És így először ők szívnak bele, és csak passzolják nekem. Pass that shit. Törökköröznék velük, ugye ez az, amikor addig tartott bent a füstöt, ameddig körbe nem ér, tehát vissza nem ér hozzá, csak akkor fújott ki, ezt csinálnám velük. Hotboxolnék egyet bent a valahol a parlamentben, nem tudom. A nagy ülésteremben. Pánik szobában. És akkor bedobok még egyet a Nightmare Blunt Rotation-től. Mennyire lenne nektek különböző a Nightmare orgia? Ó, bazd, meg nagyon. Mert hogy így a Nightmare orgia az nekem sok... Tehát az még intimebb, tehát hogy ott nem sok dream orgián van, maradjunk annyiban. Aha. Ki az, aki abszolút megöli a vibe-ot? Ki akkor... Fú, bazd meg. Alekosz? Besengedném az ajtón, bazd meg. MC Haver az kurvára megölné nekem. Na, ő Nightmare Blunt Rotation, őt fixen az az ember, aki mondja, hogy ő nagyon sokat szipuzik, beleszívne egyet a gancsába, és berosszulna, és így hívnom kéne a mentőket, és így ahogy még rosszabb lenne, mint amit volt előtte. A másik az pedig az, hogy ugye ő a orgiában, és meglátnám őt, és így... Nem akarok rosszat mondani róla, veri őt szegényt, az Isten eléggé így is... Mindennyien tudjuk, hogy milyen érzéseket kelthet egy emberben az, hogyha őt meglátja egy orgián. Az a baj, Krisztián, hogy próbáltok egy ilyen intim dolgot csinálni az orgiából, amikor így az így nem egy intim dolog. Tehát, hogy így hogy lehetne intim az meg, hogyha 30-an vagytok? Nem az. Hát jó, így. Is igaz. Hát a faszod elő van. Azért ahhoz faszod elő van. Hát, a középiskolai öltözőben is elő volt a faszom, aztán mégsem éreztem intimnek a helyzetet. Nightmare-tesi öltöző rotation. Érted, jó, azt tudom, azt könnyen mondok. Berki Krisztián. Jó, bazdeg. Meghalt, bazdeg. Majka. Marics Peti. Istenes Bence. Sebestyén Balázs. Ezek mind bulli. Ahogy ez true. Igen, és ezekkel a srácokkal pont le lehetne menni egyébként a betonfoci pályára a sarok. Ez pont azok a figurák. Ez volt a mai rész, srácok. Köszönjük el. Van-e valami üzenetetek a világnak még itt a végén? Nekem csak annyi, hogy iratkozzanak fel YouTube-ra, és... Fuck yeah! Spotify, lájkolják ezt a videót. És a Spotify-on is 5 csillag és követés, testvéreim. Meg gyertek Patreonra, mert nagyon fasz a tartalmak vannak még pluszban. Köszönjük szépen a Patreon patronjainknak. Én Pisti voltam. Én Krisz voltam. Én pedig Api. Cső. Ugye? Hát, hogy ilyen rendelős apropés, mint a Food Panda, rendelek róla, és így látom, hogy KFC szúr, bazd meg. KFC szúr? Ha én gondolítól nézett ki. Olyan, mint egy mém, bazd meg, hogy KFC szúp. Meg én azt bírtam, hogy a KFC szúp az egy ilyen, az egy olyan kosárban van, mint amúgy a 15-ös strips kosár. Akkor erősebben a körmükre kell nézni, érted? Mi az, hogy KFC szúp, bazd meg?